Október 22-én lakossági fórumot tartottak a Budapest-Balaton kerékpárúttal kapcsolatban. Polgármester úr, hogy látja a történteket? Aznap több esemény történt Biatorbágyon a Budapest-Balaton kerékpárút beruházással kapcsolatban. Egy lakossági fórum volt a faluház nagy termében, amelyen az érdeklődők megismerkedhettek a beruházás kiviteli terveivel. Ugyanezen a napon megszületett a Budakörnyéki Törvényszék hitelesítése a helyi népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatban, amely szintén a Budapest-Balaton kerékpárútról szól. Erről azonban egyelőre hivatalos értesítést Biatorbágy önkormányzata nem kapott. Szintén ezen a napon történt meg a munkaterület átadása Budapest-Balaton kerékpárút belterületi szakaszának a kivitelezésével kapcsolatban, ahol én kértem a beruházás vezetőjét, hogy függesszék fel a munkát mindaddig, amíg a helyi népszavazás le nem zajlik, és ezt a beruházásért felelős NIF ZRT akceptálta és fel is függesztette a munkavégzést. A lakossági fórumra előzetesen írásban kérdéseket lehetett feltenni, melyet a beruházó megválaszolt, illetve az ott lévők személyesen is kérdéseket tehettek fel. Amelyre a beruházókot válaszolni tudtak, az megtörtént, amely kérdésekre nem azt későbbiekben írásban megteszik. Arra kérek mindenkit, hogy ezeknek az információknak a birtokában tájékozódjon, azért, hogy megalapozott döntést tudjon hozni a helyi népszavazáskor, és ez alapján pedig Biatorbágy város önkormányzat a szintén megalapozott döntést tudjon majd hozni. Új járványügyi intézkedések vannak érvényben. Ezekről mit lehet tudni? Az operatív törzs döntése alapján október 23-ától a nyílt térben megtartott közösségi rendezvényeken is kötelező a maszkviselése. Én arra kérek mindenkit, hogy ezt Biatorbágyon is tartsuk be, különös tekintettel a hétvégi piacra. Azt is kérem, hogy azon is lehetőleg mindenki viseljen maszkot. Az 56-os megemlékezés a járványügyi készültség miatt ebben az évben a faluházban elmaradt. A műsort a Völgyhíd Televízió rögzítette. Kiemelném a Bruckner Tiborral készített portréfilmet. Ő egy olyan szemtanú, aki részt vett az 56-os eseményekben, és annak elszenvedője volt. A műsor a szokásos elérhetőségeken megtekinthető.